Egy igen érdekes kiállítás megnyitó kezdődik nem sokára itt Tiszaosváriban, a Találkozások házában, és erről beszélgetünk most a két művésszel. Hát külön-külön beszélgetünk azért, mert más stílusban dolgoztok. Az első beszélgető partnerem Csilla itt mellettünk, és a másik oldalt is láthatók az alkotásaid, és ami számomra igen furcsa, hogy ezek mind-mind textilből készültek, de az ember ránéz egyik másikra, szinte hihetetlen. Eleinte gondolom, amikor elkezdted, volt valami ötletadó, vagy valami, ami inspirált, hogyan kezdted el az egészet? Hát én tavaly ismerkedtem meg ezzel a textilszobrászattal, egy véletlen folytán nyíregyházán egy kreatív boltban láttam meg egy pár szobrot, és akkor ott kérdeztem rá, hogy hogyan lehet ezt elkészíteni, és akkor behívtak egy-egy ilyen alkotó workshopra, ott elkészítettem az első üvegdíszítésemet, aztán pedig az interneten elkezdtem keresgélni egy komolyabb képzés után, és akkor megtaláltam a Targyerdikó képzőművészt, Jászfény Szarun, és ő hozzá jártam képzésekre, és őtől esetettem el a technikát. Hát majd gondolom sokan, akik nem ismerik ezeket a munkákat, és bejönnek és körülnézek, szinte hihetetlen számukra, hogy tényleg miből is készül és hogyan is készül, hiszen így első ránézésre szinte semmi textil hatása nincs. Hogyan sikerül ezekből a textilekből képeket varázsolni? Biztos megvan a magad fortéja. Hát ennek egyszerű fortéja van, ezt bárki megtanulhatja, egy kis kreativitás kell hozzá, és egy pár alap dolog. Egyszerű, semmi nagy dolgot nem kell elképzelni. Van a textil, amit beáztatunk egy speciális ragasztóba, aztán formázzuk, és ez az anyag, a bármilyen textil, illetve amit használunk, levegő hatására elkezd kötni, illetve hő hatására. Ez lehet hajszárító például, azzal lehet gyorsítani ezt a kötési folyamatot, és egy 24 óra megköt, és aztán már ez egy vízhagylan és kőkemény tárgy. Ha már itt tartunk, hogy tudsz nekem mondani egy hőre lassuló állatot? Segítek, ló, hő! Na, igen. De ez itt a vicc helye volt. Nagyon sok alkotásod van ide, most itt ezen a kiállításon kirakva. Tudod egyáltalán nyilván tartott, hogy hol tartasz? Vezetsz valami statisztikát? Hát a statisztikát azt nem vezetek. Végül is minden egyes alkalommal önmagamtól tanulok, tehát minden egyes alkotással tanulok önmagamtól, mindig újat képzelek el, új dolgok jönnek a fejembe, és mindig próbálok fejlődni. Neked igazán nem volt távolság átjönni Vasváriba, hiszen azt hiszem, te Tiszalökön élsz. Nem, Vasváriban élsz. Mondom, hogy Vasváriban élsz, de valamikor Tiszalöki voltál. Igen. És most, hogy itt vagy, felkértek arra, hogy kiállításod legyen, vagy ezt valahogy meg kell ismertetni az itt dolgozókkal, akik szervezik a kiállítást? Ezt már még január elején beszélgettük a könyvtárvezetőjével, hiszen novemberben volt egy csoportos kiállítás pontosan ebben a teremben, ahol egy pár alkotásommal részt vettem, és már januárra terveztük ezt a kiállítást, aztán végül is nem jött össze ugye ez a gondolat, hanem a Brigivel már nagyon régen terveztünk egy közös kiállítást, vele tavaly ismerkedtünk meg, és elhatároztuk, hogy egyszer lesz egy közös kiállításunk, és azt mondtam, hogy akkor induljon Tiszavasváriba ez a közös kiállítás meg, és mutassunk valami különlegeset Tiszavasvárinak. Ha valaki bejön, megtetszik neki bármelyik alkotás, és azt mondja, hogy szeretné megvenni, van rá lehetőség, és ha igen, akkor körülbelül milyen áron, vagy egyáltalán meg lehet határozni ezeknek az alkotásoknak az árait? Hát én most árat nem határoznék meg, ugyanis ezek nem eladó tárgyak, illetve szobrok, képek, mert ott még nem tartok, hogy eladásra ezekből csináljak. Apróságokat szoktam csinálni, dísztárgyakat, amik megvásárolhatók, azokból itt azonban nem láthatóak, mert nem akartam itt telepakolni ezt a termet ilyen dísztárgyakkal. Az előbb Csilla említette, hogy Brigittával mindenképp szeretne egyszer egy közös kiállítást szervezni, hát itt van Brigitta, szeretettel köszöntünk Tiszavasváriban, már csak azért is, mert te nem itt laksz a környéken. Honnan érkeztél? Mezőtúról érkeztem, körülbelül ilyen 170 kilométerre van innen. Csillával az interneten tartottuk a kapcsolatot, ott ismerkedtünk meg, és hát ez volt a cél, egy ilyen kis állomáspont a mi életünkben, hogy egyszer majd szeretnénk egy ilyen közös kiállítást.
Így, ahogy nézem a te munkáidat is, te inkább, vagy téged inkább a szobrászat itt el, a textil szobrászat, jól mondom? Igen, én inkább PowerPoint technikának mondanám. Kicsit, igen, ezt akartam mondani én is. Kicsikét zavarban a technikával ilyen téren, mert valaki textil szobrászatnak hívja, valaki PowerPoint technikának. Én azzal a ragasztóval dolgozom, ami ez a PowerPoint, és inkább a szobrokat szoktam készíteni, nekem ők a világom, kevesebb képet alkotok, és én nekem nagyon erősen az újrahasznosítás van a technikában, mivel ez annak idején ebből alakult ki, tehát az újrahasznosítás volt a célja, és én ezt próbálom erősen tartani, mivel a polgári foglalkozásom óvónő. Közel áll hozzád akkor a kézművesség. Igen, igen, meg az újrahasznosítás, és ugye a színességük is általában emiatt van, mert ugye több nehéz így megszabadulni, hogyha az ember alkotni is szeretne, és inkább a gyerekeknek szoktam alkotni, igen. Fejben dől el, hogy mit csinálsz, vagy pedig kép alapján dolgozol? Megálmodom. Ez tényleg? Igen, igen, általában reggelente szoktak kipattani az ötletek, vagy hogyha esetleg egy-egy tárgyat így meglátok, akkor így beugrik róla valami, és azokat próbálom így megalkotni. Te vagy az, aki addig nem megy óvodába, hogy meg nem csinálja az álmet. Ne, azért nem, mert azért fizetés is szükséges. Nem, most egyébként otthon vagyok a kisebbik fiammal, mert szeptembertől fogok visszamenni dolgozni, úgyhogy most én ezt az időt használtam arra ki, hogy alkossak igazából aktívabban. Így gyerek mellett jut időd, vagy kihasználod az alvási időszakot? Beosztom, igen. Miért kell egy kis kávé, de azért általában be lehet osztani, tehát egy pici gyerek mellett is azért lehet alkotni. Nyilván nem egy-két óra alatt készülnek el ezek az alkotások. Azt az időt, ami nekem az aktív pihenés, az ezt jelenti, hogy a festegetek meg alkotgatok ezzel a technikával. Párod mennyire fogadja, vagy mennyire segíti a munkádat? Hát ezt talán kérdezni, megkérdezni, de úgy gondolom, hogy igen, elfogadó, úgyhogy meg nagyon sokat dolgozik buszsofőr, és így sokat van otthonról távol, és így próbálom ezt az időszakot kihasználni, hogy a távollétében megalkossam ezeket a dolgokat, és hát hogy azért közben maradjon a családra is idő. Tényleg ez művészet, amit csináltok. Te hogy érzed belülről? Azért egy kicsit érzed, hogy művész vagy? Hát most már sokan mondják, és akkor így már úgy kezdi az ember idő után. Beléd beszélték? Nem érzi ezt így az ember, hanem így csinálom, és akkor egy idő után így rácsodálkoznak, meg én azt élvezem igazából az egészben, hogy nem látják, hogy miből készült. Uh-huh. És mindig úgy szoktam tesztelni, hogy ha nem látszik, hogy miből van az az alkotás, akkor jól dolgoztam. És akkor ez okoz örömet nekem. Mit vársz ettől a mai kiállítástól? Mit várok? Megvalósuljon az álmom Csillával elsősorban, ezt szeretném. Illetve egy olyan fajta dolgot próbálok ide elhozni Tiszavasváriba. Mindenféléből hoztam valamit, amit én szoktam készíteni. Ugye Csilla képekkel és szobrokkal. Én hoztam néhány használati tárgyat is, amit így a mindennapokban lehet így a lakásokban elhelyezni, hogyha valaki nem egy olyan művészet pártoló, de hogy lássa, hogy ebből a technikából ki lehet olyasmit is hozni, ami ilyen mindennapokhoz megfelelő. Tehát képtartó, doboz, esetleg ilyesmire gondoltam. Na hát köszönjük, hogy eljöttél ide Vasváriba, és örülünk, hogy megvalósult már eddig félig az álmod Csillával. Sok sikert nektek, sok érdeklődőt, és egyáltalán mit lehet még kívánni ilyenkor? Sok még ilyen lehetőséget, ami mint ez a mai nap. Meg sok alkotói vágyat, illetve fantáziát, gondolatot, ilyesmit. És köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves vendégeink! Az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár munkatársai nevében nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit mai kiállítás megnyitónkon. Külön tisztelettel köszöntöm két kiállítónkat, alkotónkat, Hodálik Brigitta PowerPoint oktatót, és Olá Dávidné Csillát, Hipotex textil szobrász oktatót, valamint minden kedves vendégünket. Különleges kiállítás nyílik a mai napon, hullámzó képzelet címmel. Két alkotó, kétféle stílus, két külön személyiség, akik személyesen, ha hiszik, ha nem, még alig találkoztak. Hodálik Brigitta óvodapedagógus, gyógypedagógus, jelenleg Mezőtúron él. A textil szobrászattal harmadik éve foglalkozik. A technikára interneten keresztül véletlenül talált rá. Korábban is rengeteget rajzolt, falfestményeket készített, gyöngyöt fűzött, kézi munkázott. De mindig igyekezett valamilyen önkifejezési formát keresni. A legteljesebbet a textil szobrászatban találta meg.
Képei még útkeresések, de törekszik az egyediségre. Több elismerésben részesült, önálló, csoportos és csoportos nemzetközi PowerPoint kiállításokon vett részt munkáival. Szarvason, Békésszentandráson, Békéscsabán. A csoportos nemzetközi PowerPoint kiállításon pedig Budapesten, Salgótarjánban, Baktaló rendházán, itt Tiszavasváriban a Városi Könyvtárban, Székesfehérváron, és jelenleg Miskolcon a József Attila Könyvtárban láthatják munkáit. Olá Dávidné Csilla, Tikotex textilszobrász oktató, alkotó, Tiszavasváriban él. A textilszobrász technikával egy éve, 2018 évelején ismerkedett meg, és utána folyamatosan egyéni oktatásokon vett részt. 2018. augusztusában textilszobrász oktatói oklevelet szerzett. Először PowerPool alapanyaggal kezdte az alkotást, majd oktatója által megismerkedett a magyar textilragasztóval. Magyar vegyészmérnök által kifejezetten ehhez a technikához kifejlesztett ragasztó alapanyagot használ alkotásaihoz. A képek, szobrok mellett sokfajta dísz és ajándéktárgyat készít, hiszen ezzel a technikával bármit lehet alkotni, amit a fantázia megenged. 2018. áprilisában részt vett a 60-i galériában csoportos kiállításon, majd augusztusban egy megtisztelő felkérést kapott, Nyíregyháza rozsdét szőlő megrendezésre került Rozsdéti Igazságok főzőversenydíjainak elkészítésére. Októberben itt nálunk a Városi Könyvtárban megrendezett Kreatív Olvasók csoportos kiállításon is látható volt több munkája. 2019. márciusától a Verdekó Művészeti Alkotókör vakok és gyengénlátó embertársaink tiszteletére rendezett budapesti állandó kiállítás sorozatának alkotói tagja. Az országos vándorkiállítás sorozat alkotói körének is tagja, a kiállítás körútjának több helyszíne volt. Debrecenben, Hajdúdorogon, Nyíregyházán, Ózdon, Győrben, Sopronban, Mosó-Magyaróváron, majd Ausztria és Németország, végül pedig az Olaszország Róma-Vatikán tere zárja majd a kiállítás sorozatot. Munkáival több pályázaton is jelentős sikert ért el. A kiállítás különlegessége, hogy a két kiállító eddig személyesen csak egy alkalommal találkozott. Tehát rendkívüli ez a mai kiállítás megnyitó, és erre az alkalomra szeretném, hogyha meghallgatnák Krusóczki Adelin előadásában Aranyosi Ervin versét, egy kiállítás margójára, melyet Aranyosi Ervin erre az alkalomra írt. Fogadjuk őt nagy-nagy szeretettel! Aranyosi Ervin egy kiállítás margójára. Két textil szobrásznak nyílt kiállítása, hogy a nagy közönség műveiket lássa. Képzeljék, ők eddig nem is találkoztak, mégis csodát tenni együtt vállalkoztak. Máig személyesen nem is látták egymást, csak a szívük sugta, megmutatjuk, meglásd. Megmutatjuk együtt a kíváncsi szemnek, alkotóképeink mi mindent üzennek. Az egyik idősebb, a másik fiatalabb, de lám, alkotókedv minden korban akad. Közösségi oldalon hozta össze őket a sors. A hasonló munka barátságot szűhet. Amit csak alkotnak, mindent megbeszélnek, virtuális pályán barátnőként élnek. Nincs köztük irigység, nem rivalizálnak. Ők csak álmodozó, alkotókká válnak. A textil képeik stílusukban mások, másképp hatnak rájuk fények, benyomások. A lelküket másképp érinti a világ. Saját útját járja mindaz, ki neki lát.
ám ők egymást mindig szépen támogatják. Egymás műveihez a biztatást adják. Ketten végre együtt mutatják magukat, s barátokként járják tovább ezt az utat. Köszönjük szépen Krusóczki Adelin előadásában Aranyosi Ervin versét hallhatták. Most pedig következzen egy örökérvényű és örökzöld sláger, Presser Gábor szerzeménye, Játsz még! Az ember, ott lik az ész, ott fülő
Köszönjük szépen, Adelin. Most pedig felkérem ifjú Kovács Gézát, a Tiszadadai Tájház vezetőjét a kiállítás megnyitására. Tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim, kedves kiállítók! Engedjétek meg, hogy azzal a gondolattal kezdjem, amely bennem bujkál azóta, hogy a legnépszerűbb közösségi oldalon megtekintettem két kiváló alkotó, Hodálik Brigitta és Olá Dávidné Csilla alkotásait, akik bár mindketten elzárkóznak attól, hogy őket valaki is művésznek nevezze. Mégis azt kell mondjam, a szemlélődő közönség ki nem mondott egyetértését és két szemük elismerő tágulását, csillogását figyelve, hogy mégis művészi színvonalú kiállítási anyagot köszönhetünk ma itt, a Tiszavasvári Városi Könyvtárban. Két szimpatikus hölgy, két egymástól viszonylag távol élő alkotó, akik bár eddig csak egyszer találkoztak, akkor is összesen 12 percig. Mégis megtalálták a közös pontot, a közös pontokat. Tudom, nem lepek meg senkit vele, ha azt mondom, kiállítóink elsősorban nők. És férfi társaim most biztos helyeselni fognak, hiszen a nők már a legelső találkozáskor is azonnal képesek közös témát találni. Nem másod, még csak nem is harmad sorban, hanem az elsővel egyenértékű módon mindketten alkotók. És mint ilyenek, a közös érdeklődés révén nyomban találnak közös kapcsolódási pontot. És talán a leginkább kiemelkedő ebben a nemes felsorolásban, hogy bár mindketten rongyot heggesztenek, azaz ragasztással, ragasztó használatával, a ragasztó száradásával és száradási időintervallumának ismerete alatt végzendő alkotói munkával érik el azt, hogy a gondolataikból csodák keletkezzenek, a különbség mégis csupán annyi, hogy egyikük egy külföldi, másik egy hazai ragasztó használatával teremti meg azt az élményt. Kedves csodálkozó közönség! Nem esünk túlzásba véletlenül sem, ha azt állítjuk, hogy kiállítóink a hulladékok újrahasznosításának koronázatlan királynői. Igen, ők azon kevesek közé tartoznak, akiknek egy törött szélvédő, egy elnyűlt sál, egy a fáról épp lehullott száraz termés, vagy egy konzervdoboz, amiből épp csak kiürült a májkrém, beépülő, alkotásokba beépülő és az ötletek tárházába szintén beépülő kellék, aminek nem kell várni arra, hogy majd csak úgy elsóvan felette pár száz év valamikor. Aztán lebomlik, aztán majd új életre kér. Ne! Ezek a tárgyak itt, ezekben az alkotásokban kérnek új életre. Hát gondoljunk csak bele, kedves barátaim, ha nem csak Tiszavasváriban, vagy Mezőtúron ismernék és művelnék a powerpórozást, természetesen vannak még helyek a világon, ahol ismerik és művelik ezt a kreatív hobbit, hanem mindnyájan, mi, hogy itt vagyunk, vagy bárki, aki a világban él, még egy kicsit, hasonló módon, ragasztó emberek lennénk. Mennyivel kevesebb hulladék, és mennyivel több érték, kreatív műtárgy születne. Hulladék lerakók helyett például powerpole sziketek nyílnának. Az újrahasznosító és feldolgozó üzemek helyett pedig galériák, boltok, ahol elsősorban nem az alapanyagot, hanem az ötletet és a kreativitást jutalmaznánk forintjainkkal, vagy épp újrahasznosítható kreatív hulladékokkal. Ne gondoljuk, kérem, hogy ez csak fantázia. Csak el kell kezdeni. Csak el kell kezdeni, ahogyan elkezdte Csilla is 2018-ban, amikor egy kreatív alkotói napon meglátta a polc tetején a szobrokat, és ahogy elkezdte 3 éve Brigitta is. És hogy lehet ebből tovább fejlődni, esetleg megélni? Igen, lehet. Hiszen kiállítói nem csak alkotók, de mindketten vizsgázott oktatók is, akik már nem csak a saját örömükre alkotnak, de készítenek dísz és használati tárgyakat, megrendelésre, eladásra is. Mi több, alkotásaik, hazai és nemzetközi kiállítások megbecsült részesei, és lám, milyen a friss világszemlélet, díjként, díjakat, funkcionáló tárgyakat is alkotnak, melyeket örömmel fogadnak az arra érdemesnek talált emberek. Na de ember tervez, Isten. Ragasztó vége. Hiszen száradás után derül csak ki, hogy tud-e találkozni az alkotó fantáziája a képzelet szüleményével. És mi nekünk, a csodára éhes közönségnek
gyógyszer van fűben, fában, addig Csillának és Brigittának az alkotás öröme. És alkotnak is rendületlenül. Nehéz lenne felsorolni azokat a helyszíneket, hazánkban és külföldön egyaránt, ahol volt és ahol épp van kiállításuk, vagy kiállításon szereplő dísztárjuk. Mégis szeretettel említek meg egy újabb kapcsolódási pontot, a budapesti Cserhát művészkört, és kedves barátomat Bornemisza Attillát, a kör elnökét, hiszen e körben mindkét alkotó tevékenységét és munkáit díjazták már. Azt pedig nagyon jól tudjuk, hogy a díjakat nem adják csak úgy. A díjért tenni kell. A díjat, mint magas elismerést ki kell érdemelni. És azt máshogy nem lehet, csak kitartó munkával és szorgalommal, kérve és kapva minden áldást az Úrtól, építkezve a jóból és a rosszból, és örülni annak, hogy az alkotó adhat, legyen ő költő, író, festő vagy épp rongyheggesztő. Ő nekünk adja alkotásai révén azt a világot, amelyről mi csak álmodunk. De Csilla és Brigitta munkái révén az álmok valóra válnak. Barátaim, gondoljunk csak bele! Jézus is meglátta az embereket, akik megbontották a tetőt. Be akarták vinni hozzá a betegembert, a bénát, a nyomorékot. Meglátta és megjutalmazta őket azzal, hogy meggyógyította a férfit. Szinte mindenre lehet megoldást találni. Csak ha rászálljuk a térdünket az imádságra és kitartunk. Hiszem azt, hogy a most kiállító alkotók igenis rászánták az időt. Imádsággal, munkával, kitartással érték el azt, amit most itt látunk. Rebecca Barlow Jordan, nem tudom kinek ismerős a neve, nekem eddig nem mondott semmit, de az igazi kreatív, ő azt mondta, az igazi kreativitás nem áll meg az inspiráció szakaszánál. Majd ha megtetszenek figyelni az alkotásokat tüzetesebben, akkor rá tetszenek jönni. Sokan próbálkoztak sikertelenül, mert nem tudták leküzdeni az akadályokat. Az igazi művész hit által látja a befejezett képet. Mindnyájan művészek vagyunk, és Isten feladatot bízott ránk. Arra bátorít, hogy élvezzük munkánk gyümölcsét. De az igazi áldás nem csupán az a tudat, hogy legyőztük az akadályokat, hanem az, amikor a kreativitás isteni eredete beigazolódik, és ezzel dicsőséget szerzünk az Úrnak. Kedves vendégek, ezen igaz gondolatokkal felvértezve, ébredjünk fel, és álmodjunk közösen az alkotókkal, ahogyan ők. Nyitott szemmel, és nyitott szívvel. Hiszen Proust azt mondta, a felfedezés igaz útja nem az, ha új tájakat keresünk, hanem az, ha új szemmel nézünk a világra. Ezen gondolatokkal ajánlom tisztelt figyelmükbe a mai látható csodákat. Kedves vendégeink, nagy öröm számunkra, hogy a Tiszavasvári Városi Könyvtár adhat otthont, adott helyet a két hétig látogatható kiállításnak. Gratulálunk az alkotóknak, és megkérem kolléganőmet, hogy egy kis jelképes ajándékot fogadjanak el. Brigi, gratulálunk, és örülünk, hogy ilyen messziről elhoztad ide hozzánk Tiszavasváriba ezt a csodát. Amikor elkezdtük a kiállítást szervezni, Csilla említette, hogy teljesen más stílus. És valóban, hiába hasonló a technika, hiába hasonlóak az alapanyagok, mégis egy új szemlélet, egy új alkotási hullám az, ami tulajdonképpen Briginek a munkáit jellemzi. Úgyhogy gratulálunk! Gratulálunk! Olá Dávidné Csillának, akik itt él közöttünk Tiszavasváriban. És ugye láthatjuk azt, hogy alig telt el egy év, amikor 2018 elején megismerkedett ezzel a technikával. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindenki előtt a lehetőség adott, tehát látjuk azt, hogy egy év, három év, és milyen fokra, milyen szintre lehet eljutni, és milyen gyönyörű alkotások születnek. Úgyhogy én mind a két alkotónak, mind a két oktatónak, hiszen hallottuk azt, hogy ők ugye oktatók is, szívből gratulálunk, és további munkájukhoz nagyon sok sikert kívánunk. És mielőtt a kiállítást megtekintjük majd, vagy utána, mind a két alkotó készült egy-egy vendégkönyvvel.
Úgyhogy én arra kérek mindenkit, hogy ne csak egyikbe, ne csak másikba, hanem mind a kettőbe írjanak. Hiszen ezek a jó tanácsok, ezek az inspirációk azok, amelyek úgymond a talisznyába bekerülnek, és a további munkáknak, a további alkotásoknak a megszületéséhez is nagyban hozzájárulnak, hiszen biztos vannak az alkotók életében is hullámvölgyek, és hogyha belelapoznak ezekbe az emlékkönyvekbe, innen azért meríthetnek erőt. Úgyhogy én gratulálok Kovács Gézának is, és köszönjük azt, hogy elfogadta felkérésünket, és megnyitotta a kiállítást. Köszönöm szépen! Illetve Krusócki Adelinnek, aki már nem először örvendeztet meg bennünket, akár egy-egy verssel, akár gyönyörű ének hangjával, úgyhogy Adelinnek is gratulálunk. És hogyha az alkotók úgy gondolják, hogy szeretnének a közönséghez egy pár gondolatot intézni, vagy pedig most nagyon nehéz megszólalni, de a kiállítás megtekintésének ideje alatt bármilyen kérdés bárkiben felmerül, akkor erre nagyon szívesen válaszolnak. Úgyhogy én még egyszer gratulálok Csillának és Briginek, és tekintsük meg közösen a kiállítást. És szeretném megköszönni mindazoknak, akik ide ellátogattak a mai délután folyamán, a Kárikulai Fórumságban. Próbáltuk itt a tervet lehűteni, reggel óta mennek a klímák, úgyhogy ennyire futotta. Én remélem, hogy azért az a két hét, amíg itt lesz a kiállítási anyag, nagyon sok embernek fog örömet szerezni, és a mindennapokban egy kicsit feltöltődhetünk ezeknek a kiállítási tárgyaknak, az alkotásoknak a megtekintése után. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy elfogadták megkívásunkat. És ha elfáradtunk, meg egy kicsit megszomjaztunk, akkor reméljük, hogy még van egy kis jéghideg ásványvíz, a kollégákkal bekészítettük, úgyhogy majd mindenkit szeretettel várunk. Még egy picit maradtunk meg, mert én is szeretném megköszönni a Gézának ezt a nagyon szép és gyönyörű megnyitót. Nagyon köszönöm, hogy nem kellett nekünk megszólalni, mindenki elmondott mindent, ez nekem nagy könnyebbség volt. Szeretném meg, nem csomagoltam be az ajándékokat, mert a csomagolás az azért mégsem csomagolom be. Szeretném megköszönni a Juditnak is a barátságos munkáját. Köszönöm szépen! És az Adelinnek is a nagyon szép verset, és nagyon szép éneket. És akkor köszönöm, hogy eljöttek és megbúztáltak minket a jelenlétükkel, és fogadják sok szeretettel még egyszer, ami kettő gálvát, meg a barátságunkat.